A hajók már talán meg is érkeztek Kínába az idei maratoni kajakkenő világbajnokság helyszínére, lassan már a magyar válogatott tagjai is csomagolnak, hogy útra keljenek. Köztük a tolnaiak, Boros Adrián és edzője Barina József is. Boros két számban is érdekelt, az egyéni mellett a párosban is. Mégpedig új párjával Máté Krisztiánnal, akivel remekeltek az idei EB-n Franciaországban, ahol másodikak lettek. De egy világbajnokság éppen a sportág maratoni szakágában meghatározott dél-afrikaiak miatt még erősebb, mint egy EB, és a meghatározó európai nemzetek versenyzői is a csúcsformát a VB-re időzítik. Nagyon kiélezett versenyek szinte garantáltak a dobogós helyekért Kínában is. Versenyszámonként két egység indulhat, és egyedül a magyaroknál van, hogy mi ki is töltjük ezt a kótát, tehát 41 fős csapat utazik, tehát bízom benne, hogy jól szerepelünk és megnyerjük a pontversenyt, a legnagyobb csapat a miénk, mögöttünk talán a spanyolok, de hát ott jó lesz magyarnak lenni, mert többször fog szólni a magyar himnusz legalább 10-szer, és hát ott az ellenfelek bennünket ott nem nagyon fognak szeretni. A dél-afrikaiak nagyon erősek, a franciák is, de van a spanyolok is, de hát az Adriánék mindenképpen dobogó esélyesek, hát remélem, hogy jól fog sikerülni. A tolnai edzőtáborban már az élesítés a tökéletes formába hozás zajlott, 4x2000 métereket mentek időre a férfi kajak szakág válogatott tagjai. Két táv között, miután kifújta magát, Máté Krisztiánt kaptuk mikrofon végre, a hajó vezérlevezése Boros Adrián később indulva jócskán szelte még ez időtájt a keményvizes tolnai Holduna habjait. A Dunafer versenyzője is két számban lesz érdekelt a VB-n, a 3,5 kilométeres rövid távon is indul a páros mellett. Ez bőven úgy tűnik belefér még. Indulhatok egyest is, párost is, mert most egyelőre még úgy érzem, hogy a két hosszút nem bírnám el. Viszont a rövid egyes, meg a hosszú páros között van még külön két nap pihenő is. Szóval belefér. Amint tudtuk, hogy az VB szám is lesz a VB-n, akkor már azt tűztük ki már az év elején, hogyha az Adriánnal marad a páros, akkor a páros és a rövid egyes. Ennyi. A Nemzetközi Kajakkenu Szövetség honlapjának esélylatolgatója a Boros Máté párost a dobogóra egyik legesélyesebb egységként tünteti fel. Szerintem ez reális cél az, hogy elérjük a dobogót, benne is van a pakliba. Én azért is edzek, hogy minél fényesebb érmet is szerezzünk, tehát mindent megteszünk érte. Igazániból most az EB mezőnyhöz képest kicserélődik egy spanyol páros, meg a két dél-afrikai jön hozzá. Tehát most itt az, hogy ki hogy itt tudja időzíteni a csúcsformáját, abban is eldől. De olyan nagy meglepetéseket nem hiszem, hogy fog történni. A dél-afrikaiak, a spanyolok, a portugálok mellett az Európa-bajnokságon páros nyerő és az egyéniben is villogó franciákkal is minden bizonnyal számolni kell. És néhány, amolyan sötét lónak számító, az idén üstökösként feltűnt, berobbant dán kajakossal is.